Üdvözlet mindenkinek, 2023. január 10-én ez az infobubble.hu weboldalon a dolgok állása, és ezúttal a férfiasságról, annak eltűnéséről, és úgy általában véve a nemek eltűnéséről lesz szó, valamint ennek a közeljövőre a gyakorolt hatása az, amit meg fogunk vizsgálni, és mindenféle aggasztó dolgok merültek fel most így a kutatás során, ezeket szeretném megosztani azokkal, akiket ez érdekel, mielőtt hozzáfognék. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon, ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Számos dolgot összegyűjtöttem egy Virgin Atlantic 2023-22-es, bocsánat, reklám fogjuk kezdeni, amiben már egyértelmű egyfajta transz nemű propaganda. Ezek után menni fogunk tovább, meghallgatjuk James Cameron, mit mond a testosteronról, illetve annak a mérgező hatásáról megnézzük, hogy az amerikai pszichiátriai közösség új férfiak és fiúk számára kiadott szabálykönyve milyen rendelkezéseket javasol férfiaknak és fiúknak nyilvánvalóan. És még ráadásul a Batmanből jól ismert Joker az egyik legújabb képregény számban terhes lesz, úgyhogy megvizsgáljuk azt és hogy hogyan is lehetséges ez. Ez a reklámfilm, ahogy említettem, a Virgin Atlantic 2022-es legújabb kampányának a bemutatója, ami minden identitás és nem számára egységet, illetve egyenlőséget hirdet a cégen belül legalábbis. Mostantól a Virgin Atlantic nem kíván meg semmiféle nemhez kötött egyenruhát, mindenki úgy öltözik, ahogy az leginkább illik az ő identitásához. És egyenlőre lehet, hogy nem világos, hogy mi az, amiről szó van. De a, ebben a reklámfilmben ki fog derülni az, hogy férfiak, női ruhába öltözve, nők férfi ruhába öltözve, akkor non-bináris emberek mindenféle identitású, illetve azonosítású karakterek szerepelnek ebben. És én nem, azért, nem azt akarom kiemelni, hogy ez nevetséges, vagy vicces, vagy, vagy ez szánalmas, vagy ezek megvetendőek, ezek az emberek. Ez, ezen már szerintem túl vagyunk. Én sokkal inkább a társadalom morális degradációjának a fokát szeretném kihangsúlyozni, és demonstrálni, hogy olyan szinten van az erkölcsi degeneráció ma, különösen a idézőjelbe vett fejlett nyugati országokban, ami már úgy gondolom, hogy súrolja azt a határt, ami Szodoma és Gomora, illetve Egyiptom esetében, vagy Babilon esetében tapasztalható volt, mikor a birodalom eljutott a bukás küszöbére, illetve eljött aztán rájuk ez a pillanat. Mostantól az egyenruhán itt középen látszik ez a shehör, mostantól az egyenruhán feltüntetik, az illetőnek a névmását, hogy mi az ő általa a preferált névmás, ugye angolban ez nagyobb jelentőségű, mint a magyarban, magyarban az ő az utalhat férfira, nőre, olykor még akár semleges nemű tárgyra is, de akár állatra is. Az angolban a she ugye a megfelelője a női őnek, a he pedig a, a férfi hímnemű őnek, és ennek a birtokos verziója a her, most ez egy mozgalom, nyilván ezt megérti mindenki, hogyha valakire ha egyes szám harmadik szemében utalnak, úgy, mint hogy azt mondom, hogy igen, Katika nagyon okos, ő egyetemre járt, magyarul nincsenek olyan jelentősége angolul, azonban általában az emberek legalábbis eddig azt használták, hogy sí. Még mostantól mindenki megválaszthatja, hogy sí akar lenni, hi, vagy itt ugye a semleges nemű, akár they, többes számú, illetve ezen belül, ezen a spektrumon gyakorlatilag végtelen verzióból választhat. Ha ellátogatunk a birmingham.edu websájtra, akkor láthatjuk egy ilyen tájékoztatóban például azt, hogy most már nem csak Mr., illetve Miss, Miss vagy Mrs. van, hanem Mix is, hogyha valaki nem azonosítja magát sem férfiként, sem nőként, vagy éppen mind a kettőként, vagy akárhogy, de ha ő ezt választja, akkor mix lesz, és nem mister, sőt azt javasolják, hogy udvariassági okokból, amikor csak lehet, használjuk azt, hogy mix, és akkor majd kiavít az az ember, hogy mi is az, amit ő szeretne használni. Láthatunk itt néhány névmást egyébként felsorolva, ugye a hísi, hogyha valaki Figyel, mindjárt megkeresem még egyszer. ugye fe, Van z, z, x, de hi, vel kezdődik ez a felsorolás itt, és aztán van they, hogyha valaki úgy akarja maga, mintha ők, hogyha azt mondanám valakire, hogy Kati nagyon okos egyetemre járt, ők egyetemet végeztek. És köz, ők egyetemet végzett, magyarul nem is nagyon lenne ennek értelme, de angolban kiadja meg még néhány nyelvben. De utána vannak ilyen fiktív dolgok, vagy félig fiktív, mint a Z, C, E, V, T, E. Ennek a különböző verziói, ugye, a himnemű, himnemű birtokos, és akkor visszaható, stb. Itt van egy újabb lista, ez már lgbtqia.edu. És akkor itt megjelenik már az, hogy co, Most aki angolból ismer, és azt tudja, a kó az lényegében az, mintha azt mondanám, hogy he vagy she, és akkor a herself vagy himself himselfből lesz co-self, vagy en, en-self, meg az összes többi ugye variáns. Itt láthatjuk már van xi, jó, zi, de mindenki kitalálhat magának, amit csak szeretne. Lényegében annyi, névmást használhatunk, amennyi csak eszünkbe jut. Ennek vannak egészen extrém verziói, amit az emberek csak úgy kitalálnak, és akkor mindenkinek ezt el kell fogadni. Hogyha odáig fajult ez az, az egész, hogyha ha mondjuk azt hiszem Kanadában van ilyen, de az Egyesült Államokban egyre inkább, hogyha nem azt a névmást használjuk, amit az, ez a karakter vagy az egyén meghatározott, akkor az verbális erőszak kategóriába is tartozhat, amiért eljárást indítanak az idézőjelbe vett elkövető ellen, aki nem használja ezt szándékosan, vagy többször nem használja. Többszöri felszólítás ellenére sem. Na de ennyit ezekről a névmásokról, és térjünk vissza ide a, Virgin Atlantic-hez. Láthatjuk ez Michelle, és tűn nagyon össze, hogy is mondjam, zavaró, kaotikus ez az egész. Én első részese vettem, hogy lényegében nem lehet tudni, hogy ez férfi vagy nő, ez a személy. És úgy gondolom, hogy pontosan ez a cél, hogy a természetes rendet ilyen mindenféle lehetséges módon az ember felborítsa, és ezzel is kifejezze ellenállását, illetve lázadását a teremtőjével szemben, még akkor is, hogyha hogyha ezt tudat alatt teszi. És ugye arról beszél Michel, hogy részt akart venni ebben a kampányban, hogy befolyásolja a változást ebben a világban. Világos tehát, hogy ez a kampány befolyásolja az emberek gondolkodás módját. Nem az a lényeg, hogy éppen ebben a reklámban ennyi transznemű van, vagy akármi. A probléma az, hogy mindenhonnan ez ömlik az emberekre, a médiából, különösen a szórakoztatóiparból. És ezt fogyasztják ma a világon mindenhol az okostelefonoknak köszönhetően. Ez az ideológia tehát az amerikai Egyesült Államokból szétárad az egész világon és fertőzi azt ezzel az erkölcstelen és természetellenes gondolkodás móddal. Ez nem csak a transzneműre vonatkozik, vagy a szexuális aberrációkra, hanem úgy általánosságában véve mindenféle olyan viselkedésre, amit néhány száz évvel ezelőtt még erkölcstennek tartottunk volna, ennek ellenére ma teljesen természetes. És elmondja azt is, hogy transznemű bináris gyermekem van, így számomra a világ megváltoztatása a munkám anyaként. Barátként és szövetségesként, pedig mesésnek érzem magam és ezt az egészet. Úgy, hogyha olyan kicsi hányada a társadalomnak transznemű, a Williams Institute weboldaláról kiderül az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 1,6 millió ember azonosítja magát úgy, mint transznemű. 360 millióból. 1,6 millió mindössze. Akkor ne, világos tehát, hogyha, és nem azt mondom, hogy ezeknek az embereknek a jóléte vagy az élete az nem számít, vagy értéktelen, csak azt akarom meg talán kihangsúlyozni, hogy 1,6 millió a 360 millióból, és odáig jutottunk, hogy a Virgin Atlantic erre épít az egész kampányát, és mindenhol kénytelenek vagyunk ezt nézni, minden sorozatban, minden filmben, bármerre nézünk, a csapból is majd hogy nem ez folyik. Kell, hogy legyen tehát mögötte egy erő, ami ezt viszi előre, hisz az lehetetlen, hogy hogy ez az 1,6 millió ember ekkora hatás, befolyása bír, a politikára, meg a dolgok alakulására. Szóval mindenkinek látnia kellene, hogy van egy mögöttes erő, ami ezt propagálja és viszi, ennek adja a szelet, a vitorlájába. 1,3 millió felnőtt azonosítja magát, mint transznemű, és 300 ezer gyerek még erre, ugye így jön ki az 1,6 millió. Ami érdekes az az, hogy a minden ötödik ezek közül 13 és 17 év közötti, ami demonstrálja azt, hogy a közösségi médiának óriási hatása van arra, hogy hogyan gondolkodik magáról az ember, és minél fiatalabb, annál inkább befolyásolható. A transzneműeknek 20%-a 13 és 17 év közötti, míg az egész amerikai populációnak csak a 8%-a. Tehát kétszerese az előfordulás valószínűsége ebben a korosztályban, mint amekkora annak az előfordulása ugye a teljes populációban. Sokkal inkább befolyásolható ez a korosztály, azt akarom kifejezni: 39% transznemű nő, azaz férfi, aki nőnek azonosítja magát, és 36% transznemű férfi, azaz nő, aki férfinak azonosítja magát. Ugyanezt megerősíti a Reuters.com, hogy 1,6 millió transznemű van az Egyesült Államokban. Hogyha megnézzük egyébként a Wikipédiát, akkor 1%-a a világ populációjának az transzneműként azonosítja magát. Miként lehetséges tehát, hogy így átvették a hatalmat a világ fölött úgy, hogy van, létezik egy ilyen törekvés, az elit részéről, hogy az emberiséget elferdítse ez az ellenségnek a célja. Amit láthatunk ebben a filmben is, hogyha valaki jobban szemügyre veszi a szereplőket, akkor rá fog jönni, hogy ezeknek egy jó része férfi, aki női ruhába öltözött, illetve nő, aki férfi ruhába, sőt, van olyan is, akiről egyáltalán nem is lehet eldönteni, hogy micsoda. Ez egy olyan mozgalom, ami egyre nagyobb ter teret nyer a társadalomban. És én nem arra akarok felszólítani senkit, hogy hogy neveken hívjuk egymást, vagy őket, vagy gúnyolódjunk, mert annak semmi értelme. Én csak fel akarom hívni a figyelmet a jelenségre, hogy ez létezik. És azt akarom kihangsúlyozni, hogy ennek sokkal súlyosabb következményei vannak, és lesznek különösen a közeljövőben, mert ez nem áll meg sehol. Ha elindul ez a degradáció a társadalomban, onnantól kezdve elindul a lejtőn lefelé ez a hógolyó, nincs semmi, ami megállítsa egy ponton túl, hanem végig fog söpörni mindenen, ami az útjában áll, és pontosan ez történik most ez ügyben is. Ugye ez a légy önmagad dolog, ez egy, azt hiszem, hogy egy hölgy, aki non-binárisként azonosítja magát, de ezt, ez az, amit mondtam az előbb, hogy nem is lehet eldönteni, hogy, hogy mik ezek az emberek már. Szóval a non-bináris azt, azt mondtam az elején, ha jól emlékszem, az egyikként sem azonosítja magát. És most már választhat egyenruhát, és ez, ez fenomenális, és ez nagyon fontos, ahogyan ő mondja. Szóval itt tartunk most. Ez a Virgin Atlantic-nek a reklámfilmje, ami az egyik legnagyobb repüléssel foglalkozó, vagy arra specializálódott cég, már mármint az, a Virgin Atlantic része a Virgin csoportnak és ez a reklám hirdetése. De akár végtelen tudnék mutatni, csak most ez adta az ötletet ehhez, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a világ jó irányba halad, akkor hé, az nagyszerű, de én szerintem valami félresiklott egy ponton, hogyha mi ünnepeljük ezt a fajta magatartást, amiről, még ha el is fordulunk a Bibliától, a Biblia egyértelműen úgy nyilatkozik mindenről, ami az LGBTQ-val kapcsolatos, hogy az abszolút elfogadhatatlan a teremtőnk szemébe. Legalább olyan elfogadhatatlan, mint ami az összes bulizgatás egy főiskolán beleértve az alkoholt, a drogokat, meg az egész szexuális erkölcslenséget parázaságot, ami ott folyik. Vagy a gyilkosságot, vagy a rablást, a hazugságot, a csalást, a lopást, de ide sorolható Egyébként a hízelkedés, a tisztátalanság, minden, ami a teremtő törvényébe ütközik. Szóval én nem azt akarom mondani, hogy ez egy speciális eset. Én csak azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy ez egyfajta trójai faló, ahol be tudunk állni, legalábbis egy rakás ember be tud állni egy ilyen álságos együttérzés meg empátia mögé, hogy saját magát fölemelje egy morális felsőbrendű szintre, és támogassa ezt a mozgalmat csak azért, mert a nyilvánvaló káros következményei nem azonnal jelennek meg. Nem tudnák a lopást, vagy a gyilkosságot, vagy a verekedést, vagy a paráznaságot, bár azt már igen tudják, de mondjuk a házasságtől is nem tudnák itt így egy ilyen reklámfilmbe megcsinálni. De ezt meg lehet, mert ez nem nyilvánvaló teljesen. Egy hosszú folyamat eredménye, hogy eljutottunk, Addig egy ilyen érzékenyítési, de inkább szerintem érzéketlenítési folyamatnak a végén, hogy már úgy gondoljuk, hogy ez természetes, de ha nem is úgy gondoljuk legalábbis, még számomra is normális, hogy ilyet látok, még akkor is, ha nem értek vele egyet. De megyek az utcán, már meg se döbbenek azon, vagy nézem ezt a videót, már meg se döbbenek azon, hogy ez történik. Normalizálták ezt az elmúlt néhány évtized során. Egy társadalom, egy, nem is egy társadalom, hanem most már az egész világról lesz szó lassan, a, ami ünnepli ezt a fajt, egy, egy ünneplése folyik lényegében egy útállatos viselkedésnek. Itt egy kifutón vannak, ünnepeljük ezeket az embereket, míg én leszek az, aki egy maradi, aki egy archaikus korból származik, a középkorból, aki, aki konzervatív, és egy olyan könyvben hisz, ami egy gonosz, gyűlölködő, tömeggyilkos Istennek a szava. Feje tetejére át az egész világ, és mindaz, ami eddig gonoszság volt, azt ünnepeljük, és ezt nem lehet hosszú távon csinálni. Nem lehetséges az, hogy mi megfordítjuk a teremtési rendet. Azt mondja, hogy. Arról beszél ez a fiatalember itt, hogy milyen nagyszerű végre, hogy helyet foglalt ennél a képzelebbi asztalnál, és nem veszi senkitől a helyet, csak legalább mindenki, mindenféle közösség képviselteti magát, és megszólalhat. És nem eltörőjük az embereket, nem a nők vagy a férfiak eltávolításáról szól, ez csak egy befogadóbb nyelvről. Mi már nem is tudunk úgy gondolkodni, szerintem lehetetlen, hogy ezt az elménkből kiöljük, szerintem az elmúlt néhány nemzedék, az mondjuk az elmúlt 50-60 év nemzedékei azok örökre károsodtak ezen propaganda, illetve ideológiák által is. Most nem csak erre gondolok, hanem mind arra a szemétre, amit az oktatási rendszerben tanultunk, és arra a rengeteg médiára, amit fogyasztott mindenki, akár írott, akár képi, hangi, legyen az zene, film, teljesen mindegy. Ez örökre tönkretette szerintem a mi elménket, és hogyha valaki nem fordul a teremtőhöz, az nem is fogja tudni ezt megoldani sehogy. Az, az egy olyan fajta skizofrén hatást ér el az emberben, amit hosszú távon én úgy hiszem, hogy lehetetlen úgy kezelni, és azt a két gondolkodásmód az az ember fejében vinni, hogy, hogy belül egy érzés, hogy ez abnormális, és van egy világ, amiben élek, ami ezt propagálja is, ünnepli. Ez egy, egy ilyen skizofrén állapotot okoz az embereknek az elméjében, ami az, az a, azt a fajta depressziót, illetve akár agressziót is, amit tapasztalhatunk a világban, okozza biztos vagyok benne, hogy van egy szakadék a közt, amit a világ hirdet, amit látunk magunk körül, és amit természetesen az ember egy ilyen belső kódjánál fogva normálisnak tart. Nagyon nehéz egy olyan világban élni, ami ilyen aberrált úgy, hogy közben van egy belső kódja az embernek, ami tudja, hogy ez helytelen. Nagyon sok problémát okoz ez, ez az én meggyőződésem legalábbis az emberek számára, ami a mentális egészséget illeti, hogy kénytelenek vagyunk szembenézni nap mint nap ezzel az aberrált világgal így magunk körül. Ráadásul ez a fiatal ember vagy nő, ez, ez egy fiatalokkal foglalkozó aktivista, aki ezt az ideológiát tanítja, mint hivatás fiataloknak, ami ugye serdülő korig nagyjából de a 18 évig azt hiszem. Szóval ez intézményesítettük ezt a, ezt a dolgot, és ezt tanítjuk már a gyerekeknek, és ők úgy fognak felnőni, hogy ez normális számukra. És én nem azt akarom, hogy az a korosztály pedig sokkal befogadóbb, és nincs még kialakulva a személyisége, hisz a személyiség az fejlődik még az első 20-25 évig, mire úgy nagyjából lezárul, de minél hamarabb kapja meg a hatást, annál maradandóbb lesz, és minél drasztikusabb az nyilván, annál mélyebb a bevésődés, és ez egy elég alapvető gondolat, hogy a férfi az nem is férfi, a nő nem is nő. De a lényeges ebben az, hogy ahogy ő is mondja ebben a filmben, megerősítette ez a reklámkampány, illetve az a lehetőség, hogy így szerepeljen itt az ő identitásában. Tehát lehetséges formálni az ember identitását, függően attól, hogy milyen impulzusokat adunk. Ha megerősítjük, megerősödik, hogyha meg, meg ellene gyengítjük, akkor meg meggyengül. És ebben az esetben egy normális társadalom inkább afelé vitte volna, hogy mi az, ami tradicionálisan évezredek óta működik, és ami normális. De mi nem ezt csináljuk, tehát hogyha ezt vetítjük rá, a többiekre, akik nézik ezt bennük, ugyanúgy megerősíti ez azt, hogy amit gondolnak, az helyes, és a férfi lehet nő, a nő lehet férfi, illetve minden más. Szóval nagyon nagy hatása lehet egy-egy ilyen filmnek, mint ahogy van is szerintem. És pont ez a megerősítés a lényege: megerősíti az emberekben azt, hogy ez, amit gondolnak, ez normális. És hogyha ezt az egész spektrumán vizsgáljuk ennek a Ezeknek az anyagoknak, akkor végtelen ilyennel találkozhatunk, kezdve a rajzfilmektől, a felnőtt filmekig, mindenhol ez most már ott van előttünk, és a gyerekek előtt is így alakítják át a társadalmat. IGM.com, hogy lépünk tovább ettől, azt írja, hogy ö, szóval Joker terhes lesz a DC új képregényében, és soha nem fogjátok kitalálni, hogy ki a gyermeknek az apja. Ez egy részlet ebből, vagy nem tudom, egy illusztráció, de láthatjuk azt, hogy kérdezi Joker, hogy mi, mi is történt vele, és azt mondja ez a figura, hogy azt hiszem, hogy te terhes vagy, mire ő azt mondja, hogy igen, én is, van-e esetleg itt egy gyermekorvos valahol a közelben. Októberben elindult egy új Joker széria, The Man Who, Sto Who Stopped Laughing, a férfi, aki abba a nevetést, alcímmel, melynek negyedik részét lapozgatva valószínűleg az olvasók is abba hagyták a nevetést, és inkább fejüket vakargatják. A cselekmény egy pontján ugyanis Zatanna megtermékenyíti a gotemi gonosztevőt, aki másnap kilenc hónapos terhesen ébred, szóval cilinderes varázsló szuperhősnő gyakorlatilag apa lesz. Tehát nem elég, hogy Joker, aki egy férfi, terhes lesz, de mellett még aki megtermékenyítette az egy varázsló nő egy szuperhős nő lesz tehát az apa egy nő az anya pedig egy férfi ez itt egy ilyen kis Joker, valami torszülött dolog, és ugye azt mondja hogy milyen helyes ez a kisgyerek, most hogy ez-e az, amit szült Joker, azt nem tudom, de ezt már, ugye ebből a képregényből származik ez a kép, már onnan vette IGN.hu. Hogy mennyire megfertőzte a világot ez a degenerált viselkedés, az nagyszerűen mutatja a San Franciscói meleg férfiak kórusa új előadása, amiből egy rövid részletet bemutatok, aztán lefordítom, hogy mi is az, amiről beszélnek. But you're just frightened You Ugye azt mondja, hogy ha attól félsz csak, hogyha a mi tervünk az megy ellenőrizetlenül, akkor meg fogjuk rontani a gyermekeidet, és a vicces az, hogy ez egyszer igazod van. A gonosznak végtelen arca van, és ez az egyik azok közül. Hogyha szétnézünk a világban, akkor számtalan verziójával találkozhatunk ugyanannak a hazugságnak, az pedig az, hogy a Biblia egy mesekönyv, és az ember azt csinál, amit akar, hisz a saját sorsának a kovácsa. Részben persze ez így is van, hisz a döntéseink határozzák meg életünknek a kimenetelét, sőt, a végső kimenetelét szintén. Azonban az a rész, hogy a teremtő nem létezik, az nem igaz bármennyire is szeretné a többség. Ez egyébként familypolicyalliance.com, ahol szintén írnak erről a dalról, melynek címe egyébként az, hogy meg fogjuk téríteni a gyermekeiteket. Ez ugye a San Franciscói meleg férfiak kórusa, vagy melegek kórusának a dala. Most csak nézze meg mindenki ezt az arcot, és aztán képzelj el, hogy miről is énekel, ugyanis azzal folytatja, hogy meg fogjuk téríteni, vagy át fogjuk állítani a gyermekeidet. Megtérítjük a gyermekeiteket. Apró lépésekre szépen lépésekkel, szépen csendben, észrevétlenül és finoman. És alig fogod észrevenni mindezt. Persze egy szatírának van előadva, szatíraként, de az ellenség az, aki beszél hozzánk, és elmondja, hogy mi az, ami történik. Szóval térjen észhez mindenki. Lépésről lépésre, szépen csendben, észrevétlenül, úgy, hogy alig fogod te is mindezt látni. És meg fogják téríteni a gyerekeidet. És ez mindenkire vonatkozik, aki nézi ezt a videót, vagy valaha hallja, és eljut hozzá. Távol kell tartania mindenkinek a gyermekeit ettől a perverz, degenerált életformától, amennyire csak lehet. Nem szabad engedni nekik, hogy nézzenek semmiféle mesefilmet, semmilyen zenét, Semmilyen, semmiben ne vegyenek részt ami világ, és nem muszáj. Ugyanis, amiről beszél, hogy lépésről lépésre megtérítjük, az, az így megy, az így történik ez a folyamat. Minden egyes alkalommal, amikor az ember érintkezik a világgal, az a szutyok, meg az a szemét, ami abba van, ráragad. És minél többet vagyok ott, annál több ilyen szemét ragad rám a világból. De legjobban teszi mindenki, hogyha elzárkózik a világtól, nem néz semmilyen médiát, nem is engedi a gyerekének, hogy a közelébe menjen ezeknek. Emlékezzen mindenki arra, hogy megmondta az ellenség, hogy mi az, amit csinálni akar. Lépésről lépéssel, szépen csendben, észrevétlenül, úgy, hogy alig fogod látni ezt az egészet, és meg fogják téríteni a te gyerekedet is, mindenkiét, azért, mert nem, egyrészt nem foglalkozik senki a gyerekével annyit, hogy ezt ellensúlyozni tudja, a másik pedig az, hogy mennyi idő is kéne ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza. Szóval mindenki csak tartsa távol magát, meg a gyerekét a világtól, hogyha nem akar erre a sorsa jutni, amire ezek az emberek jutottak, hogy a hazugságot ünneplik, és reklámozzák, és terjesztik a világban. Az Egyesült Államokban, de már számos nyugat-európai országban, Létezik ez a, az úgynevezett The Equality Act, vagyis az egyenlőségi törvény, amelyet jelenleg a kongresszus tárgyal az USA-ban, és a szexuális irányultságot és a nemi identitást védett osztályként az Egyesült Államok polgárjogi törvénykönyvébe akarják helyezni a fai nemzeti származású veterán státusz mellett. Ez a szexuális ideológiával való minden nézeteltérést illegális diszkriminációnak tekintene a szülők részéről. Az iskolákban, az orvosi rendelőkben, a sportcsarnokokban, a piacon, bármilyen nyilvános helyen, sőt, még a templomokban és a hitoktatási iskolákban vagy más szervezetekben is, az Egyesült Államokban. Az állami iskoláktól megkövetelik a nemi identitás érvényesítését, ami azt jelenti, hogy a fürdőszobáknak, az öltözőknek, a sportcsapatoknak többé nem kell megfelelniük a gyermekek valódi biológiai nemének, mint férfi vagy nő. Magyarul mostantól mindenki használhat mindenféle WC-t, zuhanyzót, stb. az amerikai iskolákban. De ez érvényes a sportcsapatokra is. Tehát, hogyha egy fiú azt mondja, hogy ő lány, akkor ő onnantól kezdve a női csapatban fog játszani, ha befér, vagy fordítva. Ehhez hasonlóan sok iskola olyan irányelveket fogadott el, amelyek érvényesítik az azonos neműek iránti vonzódást, vagy akár transzneműséget a diákok körében. A gyermek fiúként elhagyja az otthonát, de az iskolában lányként él, és úgy is kezelik az iskolában. A szülők általában nem is sejtik hogy ez történik, mivel az iskola nem tájékoztathatja és nem is tájékoztatja a szülőket a gyermek új identitását illetően. Mindez titok, és az iskola ezzel egyetért és részt vesz ebben. Dailymail.co.uk szintén beszámolt erről a dalról, és ők is nagyjából leírják, hogy mi is az, amiről szó van, csak ha esetleg valaki kételkedne, akkor megnézheti akár a déli mailben is ezt, de biztos vagyok benne, hogy még Magyarországon is lesznek erről cikkek. Ami érdekes az egészben az az, hogy a Pride vagy Proud, ami itt van ugye büszke, de a Pride az büszkeség az, amit a zászlajukra tűztek ezek a mozgalmak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a büszkeség az az egyik legútálatosabb dolog és tulajdonság a teremtő szemében. És ezért hát nekünk is úgy kell erre tekintenünk, még akkor is, hogyha nem agresszívan vagy ellenségesen ezekkel az emberekkel, de senkinek nincsen. Nem csak hogy nekik, hanem senkinek, egyikünknek sincs, semmiféle oka arra, hogy büszke legyen. Bármire is, amit elér. Mindez, amit elértünk, az azért van, mert az atya lehetővé tette ezt számunkra, és azt szeretné, hogyha felismernénk, hogy ő az, aki mindvégig támogatott minket. És hálásak lennénk neki, félretévén a büszkeségünket, megértvén azt, hogy ha vele együttműködünk, az lesz a legnagyszerűbb élet mindannyiunk számára. Túl sok időnk nem lehet hátra, hogyha csak azt nézzük, hogy erkölcsileg milyen mélypontra süllyedt a világ egy jelentős része meg az emberi populáció. A Biblia azt írja egyébként, példabeszélek 16-os fejezet 18-as versében, hogy kevéség jár az összeomlás előtt az összeomlás előtt kevéség jár. Ez az összeomlás, ez pusztulás. Bármi annak a zaja, a pusztulásnak vagy a leomlásnak a zaja. Törés, széttörés. Szóval a kevéség az megy a pusztulás előtt. Ez egy előjele a pusztulásnak a büszkeség. Mikor egy társadalom eljut erre a szintre, hogy büszke erre a dologra, de egyébként úgy általánosságába véve az egész emberiségre ez jellemző. Úgy gondoljuk, hogy a tudományjal mi megtaláltuk a bölcsek kövét, és ezért már nincs szükségünk a teremtőre. Ezért mondta azt, hogy a büszkeség az, ami a pusztulás előtt jár, mert ha eljut a társadalom egy olyan szintre, hogy őt félredobja, akkor vége, hisz nincs haszna többé a társadalomra. Ha kollektíva átállunk kollektíve átállunk a sötét oldalra mindenki, akkor haszontalanokká válunk, és az az a pont, amikor vége a társadalomnak, és mi itt tartunk most. Ez a magasztosság, de egyébként büszkeség, gőg, fenhéjazás, ami jellemző az emberiségre, hogy mi milyen okosak vagyunk, mi mindent kitaláltunk, és hova jutottunk, és nincs szükségünk semmire, és csak mi vagyunk, és a spirituális az csak egy mese, ez az egyértelmű előjel a pusztulásunknak, ahogyan ő azt írja. A másik, ez az esés, ez megbotlás, amiről beszél. A bukás előtt fölfogalkodottság jár. És mi itt tartunk most. Bukás előtt vagyunk azért, mert az elménket teljesen megfertőzte az, hogy mi milyen fejlettek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk mint bárki, aki előttünk élt a történelem során. Ezért beszélünk úgy minden civilizációról, mint hogyha a hátsónkból húztuk volna azokat ki, és ők nem tudtak volna semmit, miközben most az embereknek a 99%-a fogalma sincs arról, hogy hol él, meg milyen körülmények között, meg mi a valóság, csak elhitte ezt a nagy mesét. Ha jel kell valakinek, akkor a jelek ott vannak mindenhol. Ez a büszkeség, ami jellemzi az embereket, vagy ezeket itt, ez a végét jelenti a mi civilizációnknak. Ez már a templomokba is beszivárgott ez a viselkedés, ezért lehetséges az, hogy ez a transvestit karakter előadást tart egy templomban. Oh, thank you! maybe she'll let you borrow it. When you're older, when you're allowed to wear makeup. Világos, végünk van, vége lejárt az időnk, nincs tovább hogyha a templomban ez megy, akkor nem lehet már túl sok hátra, nem? Hogyha azok az emberek, aki azt mondják, hogy az igazságot, meg Isten szolgálják, ezt a fajta viselkedést ünneplik, akkor vége kell, hogy legyen a világnak. Szóval ez az, amiért én annyit beszélek erről, hogy lejárt az időnk, mert minden jel arra val, hogy lejárt az időnk. Közeledünk egy olyan mélyponthoz, amikor betelik a pohár, és ha az betelt az a pohár, mindannyian meg fogjuk inni annak a levét. Ezért lehetséges az, ami ebben a videóban elhangzik például. I'm raising money to help fund my son's costs. Szóval pénzt gyűjt, hogy a fia tranzícióját tudja fedezni. Ugye a tranzíció az az átalakulás fiúból lányba persze ez természetesen csak képletesen legalábbis az én elgondolásom szerint, de ők a gyakorlatban ezt megvalósítják, az egyik, ennek, egyik eszköze ennek természetesen ilyen fiatalkorban még a pubertás hormonoknak a blokkolása kémiai úton nyilvánvalóan. Um, basically, we already have a diagnosis of gender dysphoria for him. Szóval már megvan a hivatalos diagnózis, ami a gender dysphoria. Um, Megcsinálták a vérképet, és most már el kell kezdeni a pubertás blokkolónak az adagolását, amilyen gyorsan csak lehet. My insurance doesn't cover this. És a biztosítása az nem fedezi ezt. That we have a 22 and dose. 22,5 mg-os adagokra van szüksége. going to cost out of 468 dollár ennek az ára egy ilyen adózisnak, és ez három hónapra blokkolja a pubertás hormonokat. És ehhez kell segítség, ehhez kér segítséget az emberektől. Vagy ami ebben a videóban elhangzik, ahol Luke Wesley Pearson mutatja be az ő átalakulását hónapról hónapra a testosteron terápiának köszönhetően lányból fiúvá. Ugye az a kezdés, hagyom, hogy végmenjen a videó, mert nincs szükség arra, hogy értse senki, hogy miről van szó, csak ismétli azt, hogy ilyen a hangom ebben a hónapban. És figyelje mindenki azt, hogy hogyan változik a hangja a testoszteron terápiának köszönhetően, úgyhogy már elindult azzal, hogy a vérzése elállt erre, utal az elején. És tudom, hogy ez lehet, hogy felkavaró sokaknak, de érzékeltetni akarom, hogy hol tart a világ. Ez egy videó TikTokon, amit milliók néznek és szeretnek. Mindazok a gyerekek, akikkel a szüleik nem foglalkoznak eleget, mert nincs idejük, azok úgy fogják gondolni, hogy ez normális, és ez egy útja annak, hogy én figyelmet szerezek magamnak, amit nem kapok meg otthon, és ez egy verziója. Ez a nemi átalakulás. Valamilyen módon különleges akar lenni a gyerek, és ebben találja meg azt. Például nem azt mondom, hogy ez egy diagnózis, én azt mondom, hogy ez biztos, hogy egy faktor nagyon sok embernél, hogy egyáltalán csak kacérkodik a gondolattal, hogy transz legyen, vagy bármi. Okay. I'm not a bleeder. <laughs> I did it. <laughs> What'd you just do? I just took my first shot of testosterone. <laughs> my name is Luke Wesley Pearson, and I am one month on T. My name is Luke Wesley Pearson, and I am two months on T. Hey y'all. My name is Luke Wesley Pearson, and I am three months on testosterone. My name is Luke Wesley Pearson, and I am four months on testosterone. <laughs> Hey y'all, my name is Luke Wesley Pearson, and I am five and a half months on testosterone and seven weeks post-op from top surgery, and... Ami a legtragikusabb az egészben, hogy ugye túl van már a mell eltávolító műtéten is, ahogy mindenki azt látja, és sajnálom, hogy ilyen felkavaró dolgokat kell végignéznünk, de ez nem... Egy egyedi eset, amit látunk itt, és csak értse meg mindenki azt, hogy mi az, amit történik a világban, hogy ez nem pusztán egy egyszerű a LMBTQ egyenlőséget akarunk. Ez a mozgalom, ez tönkre teszi ezeket az embereket örökre, és innen nincs visszaút, nehogy azt gondolja senki, hogy, hogy a tesztoszteron terápiáról, meg a melleltávolítás, illetve a nemi szerv átrendező műtétekből van visszaút, vagy ha valaki a pubertás blokkolja kémiai úton, az aztán valaha normális. Lesz. Szóval mennyi embernek az életét teszi tönkre a gyakorlatban ez a mozgalom. És ez az, amit szeretnék ezekkel én érzékeltetni, hogy az, ami történik a világban, az egy beteg elmének a szüleménye. És az nem egyszerűen csak az, hogy mi eltorzultunk. Az ellenség az, aki irányítja ezt a háttérből azért, hogy mi is arra a sorsa jussunk, amilyen sorsa ő jut, illetve fog jutni. Ahogy megjegyeztem az korábban, hogyha elindulunk a hazugság útján, akkor onnan nincsen visszaút. Hogyha elindul, ez a hógolyó lefelé a lejtőn, vége egy ponton túl, lehetetlen megállítani. Ez így van a valóságban is. És mi már elértük azt a pontot. Finiszt. Szóval az, amiről most szó lesz ebben a videóban, hogyha valaki börtönbe kerül az amerikai börtönrendszerbe, akkor a törvény szerint ő kijelentheti, hogy milyen neműként azonosítja magát, és értelemszerűen abba a részlegébe kerül a büntetés végrehajtásnak, ami azt a nemet kezeli. Szóval ha egy férfi azt mondja, hogy ő nő, akkor őt a nőkkel egy börtönbe rakják. for are putting sexual offenders or people that have done rapes and things like that in the women's prison. If they hogy decide ha, to say that. Hogy ha egy a egy berakják be. can you tell us more about SB 132, I think, is, is what you're talking about. When you go to prison, in the past, you would be assigned a male or female facility based on your biological sex.

a nők miatt szeparálták ezt el, de a nők miatt van külön női sport, meg férfi sport. A nők érdeke lenne az, hogy elszeparálják a nemeket, azonban ezekkel a döntésekkel ez megszűnik, ez a különbség. Szóval férfi bűnelkövetőket, akik erőszakos bűncselekményt követnek el sokkal nagyobb százalékban, mostantól a nőkkel egy börtönbe zárhatják to basically unwound those protections. Upon intake to prison, you declare what your gender is. Mostantól ezek a különbségek eltűnnek a nemek között, és mikor börtönbe kerül valaki, ő kijelenti, hogy ő melyik nemhez tartozik. The default is you're going to get placed based on what you said as the inmate. Unfortunately, what we're seeing is a disproportionate number of folks who are applying for this who have crimes against one another. Szóval mostantól az embernek a választásán múlik, hogy melyik részlegbe kerül, és a helyzet az, hogy számos olyan bűnelkövető van, akik pontosan a nők elleni erőszakos cselekedeteikért kerülnek börtönbe, akik ezt az utat választják. So és egy cellába zárják most már ezeket az embereket a nőkkel. More rapes, more szóval ezek után növekszik a terhességek száma a börtönben, a nem erőszak száma, és idővel a probléma az, hogy a gyilkosságos száma is növekedni fog. Will be with this. Mutatok egy következő videót, ez egy texasi lakos, aki előadja az ő rövid történetét. csak néhány másodperc, de bárki megtalálhatja ezeket, végtelen ilyen történet van az interneten hogy hogyan is alakult az ő élete és a sorsa a gyermekével, a trans idézőjelben a transz nemű gyermekével. Szóval a bíróságnak egy végzése arra kötelezte őket, hogy úgy prezentálják, vagy jelenítsék meg a gyereket, úgy öltöztessék, bárkinek a családon kívül, ahogyan a gyerek akarja. Szóval megtiltották, hogy a biológiai nem szerint öltöztessék, és az szerinti életmódot folytasson, és kötelezték rá, hogy a gyermek által választott nem szerint prezentálja a gyereket mindenhol. Mindenki, aki úgy ismerte a fiút, mint egy lány, annak úgy kellett bemutatni, mint egy lány. Lánynak öltözött, csak azért ugyan az anyja, mert elváltak, az anyja provokálni akarta a férfit, és ezért lánynak öltöztette meg, meg ezt, ugye erősítette meg a gyerekben. A older, now like a drag queen. Szóval most már, egy most már nyilván ugye az ő szempontjából transvestitaként is öltözik a gyerek, és él, hogy egy kicsit idősebb lett. Everywhere he goes, he goes to school like this. She's given him a fake name. Iskolába jár, átnevezte Lunára. Luna, despite the fact that I've told the schools they don't have my consent to do. És annak ellenére, hogy a férfi nem egyezett bele, hogy elmondta az iskolának kifejezetten, hogy nincs beleegyezése, annak ellenére ez folyik. Do this. I've changed his name. I'm headed toward a federal lawsuit with him, which is going to cost me a lot more money. És most már egy szövetségi per az, ami indul annak érdekében, hogy megmentse a fiát. De ugye elváltak a nővel, a nő meg ezzel ért egyet. So I'm gonna ask you, if you can't stop this as a father in Texas, do your children really belong to you? Szóval a kérdés, amit teljesen jogosan feltesz, az az, hogy ha nem tudja megállítani egy apa, hogy a gyerekével lesz történjen, akkor vajon a gyereked hozzá tartozik-e? És ez az a kérdés, amit mindenkinek fel kell tenni, aki szülő, hogy vajon mennyi ideig fog még az ő gyereke hozzá tartozni, és az a hatás, amit most gyakorol fölötte, még mennyi ideig marad meg, mert Amerikában és Nyugat-Európában ez már nem úgy van, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ott az állam már eldöntheti, ha a gyerek azt mondja, akkor az úgy van. Észak-Európában, különösen Skandináviában még inkább előre járnak ebben. Szóval a helyzet változhat egyik napról a másikra? Itt egy következő cikk, ez mindsetpsychologia.hu. Veszélyben a tradicionális férfiasság, vagy mi vagyunk veszélyben tőle? 2019. január. Tavaly augusztusban az Amerikai Pszichológiai Társaság, melynek rövidítése APA, ez American Psychological Association, mindjárt megmutatom. Itt van egyébként ugye a mérgező férfiasság cikk a washingtonexaminer.com-ból. Ez James Cameron beszél arról ebben a cikkben, hogy a tesztoszteron az egy méreg. Ez Times Now, ahol szintén erről ezt erősíti meg. Mindjárt ezt is meg fogom mutatni. De ez az apa.org weboldal, ahol ez az első ilyen jellegű kiadvány, ahol tanácsot adnak, ugye, ahogy elmondtam az elején, férfiaknak és fiúknak, hogy hogyan kell viselkedniük, Szóval erre utal ez a cikk. Egy terápiás útmutatót adott ki férfiak és fiúk kezelésére. A héten pedig a Gillette új reklámjában görbetükröt tartott saját korábbi férfiasan tökéletes módtójának. Több mint 40 év kutatási eredményei alapján a hagyományos férfiasság pszichológiai szempontból káros. Ugyanúgy, mint ahogy az érzelmeik elnyomására szocializálni a kisfiúkat. Kitérnek arra a reklámra, amiről én is beszéltem a Infobubble YouTube csatornán, szóval, hogyha valakit érdekelnek ezek a dolgok részletesebben, infobubble.hu weboldalon van még számos videónk, az Infobubble YouTube csatornán, az elsőn és a másodikon is, vagy a Facebook csoportunkban is van rengeteg hír, meg videó, Ezekkel kapcsolatban, de a yahuautya.hu weboldalon is, és a Yahoo! Útja YouTube csatornán, de a TikTok csatornáinkon is, infobában a Yahoo! útja, megtalálhatjátok ezeket az információkat, illetve egy kicsit mást minden oldalról. De a reklámok kapcsolatban azok a kisfiúk, akik ma ezeket figyelik, ők lesznek a holnap férfiai. Az APA tavalyi tanulmánya a kutatás és statisztikai eredmények alapján a maszkulin ideológiát, a szexuális zaklatás, a bulin, vagy kötekedés, gúnyolódás, vagy a homofóbia jelenségeihez köti. Már olyan, a társadalom nagy részét befolyásoló, minták együtteseként határozta meg a maszkulin ideológiát, mint a nőies vonásoknak az elutasítása, a teljesítményelvűség, a kockázatvállalás, az erőszak elfogadása, vagy a gyengeség látszatának az elkerülés. Az IPA szerint ez negatívan befolyásolja a férfiak egészségét, mind fizikai, mind pedig pszichológiai értelemben. Az a helyzet, hogy azt akarják, hogy nőies férfiak legyenek és férfias nők, mert ezzel meg lehet állítani az emberi szaporodást. A férfi az egy nőies nőt akar, a nő meg egy férfias férfit. Hogyha ezt a fejetetére állítják, akkor nem csak a teremtési rendet tudják, Fejeteteire állítani, hanem megállítják az emberi fajnak a szaporodását is. De ami a legfontosabb, az a következő. Egy nőies férfi, vagy egy olyan férfi, aki elfordul ettől a maszkulin hozzáállástól, az sokkal könnyebb befolyásolni és irányítani. Nem kell félni tőle. Azért lesznek nőiesek a férfiak, hogy ne kelljen félni tőlük, hogy könnyebben lehessen kontrollálni őket, ugyanis ha egész társadalmakat vagy az egész világot el tudjuk feminizálni, akkor onnantól kezdve sokkal egyszerűbb kordában tartani őket, hiszen nem kell tőlük félni. Azért, mert mindez, amit felsorolt itt, teljesítményelvűség, kockázatvállalás, erőszak, a gyengeség látszatának elkerülése, ez ahhoz szükséges, hogy könnyebb legyen valakit kordában tartani, meg ellenőrzés alatt tartani. Ez az egyik gyakorlati haszna ennek. Mind a mellett, amit felsoroltam. Ne higgye az senki, hogy jobb lesz egy férfinak, ha olyan lesz, mint egy nő. Hogy is lehetne jobb egy férfinak, ha olyan lesz, mint egy nő? Azért férfi, hogy olyan legyen, mint egy férfi. Kinek jut ilyen hülyeség az eszébe, hogy jobb lenne, hogyha eltűnnének ezek a maszkulin vonások, ami, amiről itt beszél. Nyilván nem arról beszélek, hogy valaki menjen, őrjöngjön az utcán, azt mindenkit őrjön meg. De szükség van valamiféle teljesítmény elvű gondolkodása, meg kockázatvállalása, meg normális keretek közt erőszakra, a gyengeség látszatának elkerülésére, ahhoz, hogy az ember eredményeket tudjon elérni a világban. De már nem kell eredményeket elérnünk, mert már elértünk mindent, amire az elitnek, meg az ellenségnek szüksége volt. Szóval mostantól mindenki eldobhatóvá vált a férfi és a nő is. Nagyon érdekes, amit leírnak ezután, hogy a társadalmi nem, azaz az a gender olyan tanult tulajdonságok, szerepek, viselkedés, módok csoportja, amelyet a társadalom elvár az egyéntől biológiai neme alapján. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ami tökéletesen így van. Az a nemet, az, hogy az ember minek azonosítja magát, ezt lehet befolyásolni. Nem egyszerű, ugyanis kell egy egész világra kiterjedő non-stop a propagandával, hogy meg lehessen változtatni, de meg lehet. Azért, mert van egy természetes nem, egy biológiai nem, és ahhoz csatlakozik a társadalmi nem normál esetben. Ezért lesz egy hím nemű emberből férfi, egy nő nemű emberből meg nő. De ezt lehet befolyásolni. Ebből kifolyólag írják a férfiasság és a nőiesség kritériumait, az adott kultúra és társadalom elvárásai konstruálják Azaz alkotják a szerepek változása, tehát természetes folyamat, azonban identitásunkat mi magunk is alakítjuk, többek között azáltal, miként viszonyulunk ezekhez a szerepekhez. Vigyázzon mindenki tehát, mert nincs kőbevésve ez a dolog. Attól függően, hogy mi az, amit beenged az ember az elméjébe, módosítja ezt, és ha valaki túl sokáig játszik a tűzzel, akkor az megégeti magát, mint ebben az esetben is. Ez egyben azzal a szabadsággal is jár, hogy mindannyian megfogalmazhatjuk, mit jelent számunkra nőnek vagy férfinak lenni. Hogy is fogalmazhatná meg mindenki magának? Van egy férfi szerep, meg egy női szerep. És a korábbi időszakhoz képest, és ez a sokkoló, hogy ez mindez ott van az interneten, és olvashatná bárki, megnövekedett szabadságot, támpontok hiányának terhét is magában hordozza azaz nincs mihez viszonyítani, ezért mindenki csak próbálja kitalálni, hogy mit jelent férfiak meg nőnek lenni. És elmosták ezt a határt, ezért van az a helyzet, ami most kialakult. Vidéki .átlátszó szintén ír erről a dologról, azt mondják, hogy a macsó kultúra, a patriarkális társadalom a férfiak számára is ártalmas állapította meg az Amerikai Pszichológiai Társaság 13 évnyi kutatása, amely 4 évtizednyi tudományos eredményt összesít. Kisfiúkat versengő érzelmeiket eltitkoló kemény kóbolynak nevelik ám emiatt erőszakosabbak, nagyobb eséllyel viselkednek önpusztító módon, és nem kérnek segítséget, amikor arra szükségük lenne. Én kitérnék arra is, hogy mennyi ezek közül az egyszülős család, ahonnan ezek származnak, ugyanis érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy az milyen hatással van a kisfiúk viselkedésére különösen, és akkor mindenki megdöbbenne látván azokat az adatokat. Az kétségtelen, hogy valami probléma van a világban, és a gyilkosságok 90%-át férfiak követik el, az áldozataik 77%-ban szintén férfiak, három és nagyobb az esélye annak, hogy egy férfi öngyilkosság miatt veszti életét, mint hogy egy nővel történik. Ugyanez születéskor várható élettartamuk 4,9 évvel rövidebb, mint a nőké, ezek ellenére ezek az ostobák arról beszélnek, hogy mi egy patriarkális társadalomban élünk, ami úgy van felállítva, hogy a férfinak legyen jó. Azt itt utána két bekezdések később leírják azt, hogy három és félszer nagyobb az esélye az öngyilkosságnak a férfiaknál, és öt évvel kevesebbet élnek, mint a nők. Szóval ennyi eszük van ezeknek az embereknek. A probléma egyértelmű, én nem tagadom a problémát, az ok az, ami egy hazugság, amit itt írnak. A hagyományos férfiasság képe pszichésen káros, és az, hogy a kisfiúkat úgy szocializálják, hogy elnyomják érzelmeiket, olyan károkat okoz meg, kívülbelül nyomokat, hogy nem ez a probléma. A probléma az, ami körülveszi az embereket a társadalomban, az a szenny, meg a családmodellnek a széthullása. Ez a probléma. Mindez, ami itt van, amiről ők beszélnek, ez másodlagos. És ez az ostoba arról beszél, hogy a férfiak élvezik ugyan a patriarkális társadalom előnyeit, ám a problémákat, és elszenvedik. Miféle előnyt élvez a férfi a patriarchális társadalomban? Mondja már nekem valaki egy előnyt, hogyha eszébe jut, hogy mi az, ami előnyt élvez egy férfi ebben a társadalomban egy nővel szemben. Mind a mellett, amit eddig felsoroltunk, a nők iskolázottabbak. Nagyobb részben vannak arányaikhoz képest a felsőoktatásban is, jobb eredményeket is érnek el az iskolarendszerben, mint a férfiak. Sokkal több. Az otthontalan férfi, aki hajléktalan. Sokkal több az öngyilkos férfi. Rövidebb ideig él a férfi, csak a férfi hat köteles. A férfi végzi a, a külső kemény fizikai munkákat. A férfi tartja az egész társadalmat el, a férfiak legalábbis. A munkájukkal ők tartják fenn ezt. Sokkal több a munkahelyi baleset a férfiak körében szinte kizárólagosan a munkahelyi haláleset. Szóval akkor mi az előnye, amit élvez a férfi a társadalomban, annak, hogy ez egy állítólagosan patriarkális társadalom. Mikor ha elválik, akkor elveszíti a jövedelmének egy nagy részét, úgyhogy azt a nő automatikusan megkapja, még a gyerekét is csak akkor láthatja két hetente hétvégén. Szóval akkor mi mégis az előnye a férfinak? Az alkoholizmus, a dohányzás, a szívinfarktus, az agyvérzés mind a férfiakat érinti elsősorban és sokkal nagyobb százalékban. Szóval akkor hol van az a nagy előny meg patriarchális társadalom? Csak gondolkozna mindenki kicsit. Az APA tanulmányának legfontosabb megállapítása az, hogy a hagyományos maszkulinitás káros a férfiakra. Ide tartozik a sztoikusság. A sztoikusság azt jelenti, hogy valaki szembenéz a nehézségekkel, és az érzelmeit félretéve csak állja a sarat. Röviden. A versenyszellem, a dominancia, az agresszió. Ennek ellenére felépítettünk egy olyan világot, ahol eljutottunk a kényelemnek olyan szintjére, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy a nők nagy része olyan feladatot végez, aminek semmi haszna nincs a társadalomra nézve. Az aktát innen átolja oda. Mindezt elértük úgy, hogy a férfiak felépítették az egész világot, és fenntartják azt mind a mai napig. Mindezen ellenszél ellenére, amit az előbb felsoroltam, a legtöbb tudós, matematikus, feltaláló, kutató, felfedező, mind végig férfi volt. Szóval akkor mi az, ami olyan borzasztó volt ebbe a maszkulin ideológiába? Ha egy olyan világot elértünk, ahol robot porszívó van, meg megélnek emberek attól, hogy másoknak a körmét, meg a haját babráják egész nap. És természetes, hogy vannak hátulütői ennek a maszkulin vagy férfias gondolkodásmódnak, mint amit is le, itt le is írnak. De szerintem sokkal több hálának kellene lenni az emberekben. A férfiak felé. És az, hogyha úgy fogjuk őket nevelni, vagy úgy megpróbáljuk úgy viselkedni, mint a nők, az nem fog segíteni senkinek mint ahogy látszik is, hogy amint elkezdődött ez a baromság, hogy a két nem egyforma, meg a mérgező férfiasság, mit tudom, a 60-as évekkel a feminizmus, az emancipáció, onnantól kezdve, mintha lementünk volna a szakadékon és zuhanó repülésbe, közeledünk a talaj felé. És mostanra teljes káosz alakult ki a világban. Szóval csak gondolkodjon el mindenki azon, hogy addig az előző 6000 évben, amíg működött ez a Idézője vett mérgező férfiasság, felépítettük a világ leghihetetlenebb társadalmait. Most, hogy elkezdődött ennek az ellenkezője, most meg összefele omlik az egész világ, meg a férfiak táncolnak női ruhába a templomba. Ez az öngyilkosság megelőző kutatóközpont, ahol szintén közlik az APA-nek ezt a tanulmányát, de egyébként megtalálható ezen a weboldalon is, ha valaki el akar látogatni ide, egy call to men, de hogyha maga a weboldalt nézzük, az API oldalán szintén fönt van, úgyhogy nézzen oda mindenki, akit érdekel ez a dolog. És ezzel fogom befejezni, ez a propaganda mindenhol ott van, ennek megvannak a papjai, a profétái, ez egy vallás, tudományság vallásnak hívják, és James Cameron az egyik ezek közül, annak ellenére, hogy ő a Terminátort, a bolygó neve halált, a mélységtitkát, ami tele van erőszaka, meg halállal, most arról beszél, hogy a tesztoszteron az egy méreg, amit el kellene távolítani a férfiaknak a szervezetéből. Úgy gondolok mostanság a tesztoszteronra, mint egy méregre, amit szép lassan ki kell dolgozni a szervezetünkből. Azt hiszem nyilvánvaló mindenki számára, hogy az időnk lejárt és el fog fogyni az atya türelme, mert az, amit csinálunk, az a lázadásnak egy olyan foka amit nem fog tolerálni és ahogy mondtam a képzeletbeli pohár az betelőben van és minden időben amikor ez előfordult a történelem során és az betelt akkor annak a vége teljes és totális pusztulás volt arra a birodalomra nézvést amelyben ez megtörtént sajnos nekünk azzal a Problémával kell szembenéznünk, hogy ez a birodalom ma az egész világ lesz. Az új világrend fogja reprezentálni ezt az erkölcstelen, degradált, degenerált életformát. És nem csak arra gondolok, amire ma szó volt, hanem végtelen más módjáról a lázadásnak, amit ma mindenki igyekszik elsajátítani és oly büszkén hirdetni a világban. Szóval azok, akik gondolkodnak, és akik képesek felfogni, hogy mekkora a baj, azok még mindig tudnak korrigálni azon, ahogyan járják az utat, és ahogy viselkednek, és én azt javaslom, hogy addig, amíg lehetőség van, addig mindenki kezdjen el gondolkodni és cselekedni, mert egyáltalán semmiféle garancia nincs arra, hogy ez így lesz, és holnap is lesz mindenkinek lehetősége még a változtatásra. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan találkozunk, addig is a legjobbakat, és halleluja!